Több emelet magas, hatalmas acélcölöpöket emeltek ma a helyükre, nem messze a már meglévő Tisza hídtól. Itt épül a 44-es főút új nyomvonalán tervezett Tisza folyó feletti közúti híd. Az építkezés jó ütemben halad. A hátunk mögött lévő Tisza híd része a Tisza kört lakitelek M44-es 10 km-es szakaszának. Ennek a szakasznak a befejezési határideje jövő év augusztus. A mai tudomás és ismeretek alapján ennek a projektnek a befejezési határideje nincs akadályozó tényező. És akkor azt tudom mondani, hogy jövő év szeptemberében a közlekedők birtokba tudják majd venni ezt a szakaszt, és benne a hidat is. Az új 556 méteres híd folyó felett átívelő szakaszán két pillér között 152 métert kell áthidalni. Ezt a szakaszt egy hazánkban újdonságnak számító mérnöki megoldással boltívekről induló acélsodrony legyező tartja majd. Kétszer-kétsávos gyorsforgalmi út halad majd rajta keresztül. A munkálatokat és a hídlábánál létrehozott látogató központot Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, valamint Boldog István országgyűlési képviselők is megtekintette. A politikusok egyetértettek abban, hogy az új beruházás jelentősen növeli a környék versenyképességét. Már érezhető a telekvásárlás, földvásárlásban, érezhető a cégek elképzeléseiben, beruházásokban, hogy van jövője Békés megye környező településeinek, van jövője itt Szentkirály és további településeknek, mert mit jelent az út? Ez azt jelenti, hogy meg lehet közelíteni, lehet bármilyen időszakban számítani arra, hogy zavartalanul el lehet jutni, árut szállítani, embert szállítani. A 44-es útfejlesztése része annak a koncepciónak, amellyel a magyar kormány az ország Budapest-centrikus közlekedését igyekszik megszüntetni. A 44-es út, amennyiben minden ütem elkészül, végül az M5-ös autópályába csatlakozik majd, ami Bács-Kiskun megye és Békés megye közlekedését is jelentősen átalakíthatja. A cél, hogy a jó úthálózatnak köszönhetően az elmaradottabb területek is fejlődésnek indulhassanak az országban.